másik pályán. Mert én a másik oldalon szoktam járni. Mennyi most a kecskék ára? 25-től fölfelé. Rettenetesen felmentek a kecskéknek az árai. Nem véletlenül. Mint mindennek, amire szükség lesz. És hát már sok mindent nem lehet kapni. Hatalmasak, akkora, mint egy érce. Gyönyörűek. A brámák is jó súlyban vannak. Na, hát itt van a jurtánk. Annak idején elég rossz időpontban lett felállítva. Most a időjárás volt. Folyamatosan esett, és a tetején lévő ponyváról kiderült, hogy nem alkalmas. Az idő megette nagyon gyorsan. Azt most lecseréljük. Ezt a jurtát sajnos el kell bontanunk, és újra kell állítanunk. Ehhez keresek vállalkozó embereket. Volt már róla szó. Tehát aki szeretne jurta állítást gyakorolni, kis közösségi munkában részt venni, azt várjuk szeretettel jövő héten hétfőtől. Kírom rá a pontos dátumot. Azért akkor, mert hétvégente előadásokat tartok, illetve akkor lesz nálunk egy fiatalember, meg egy fiatalasszony, ők nem egy pár, de egyszerre érkeznek, jönnek hozzánk egy kicsit gyakorolni, tanulni. Erre van lehetőség, van egy vendégházunk. És gyakorlatilag innentől lehetőséget adunk arra, hogy akár egy-egy hétre is eljöjjön valaki tanulni. Jó, tehát ez nem az elvonulásról szól most, meg a kikapcsolódásról. Arra most nincs idő, majd megint lesz egy kicsit később. Most a tanulás időszaka van. Jó, kifutunk az időből. Ezt el szoktam mondani az előadásokon is. Jó, tehát ezt a jurtát kellene elbontani, és újraépíteni. Várunk rá mindenkit szeretettel. Itt lehet aludni. Jó, tehát lehet jönni 2-3 napra is. Jövő héten, hétfőtől.